Az első Pécslid Irodalmi Fesztiválon többek között a határon túli irodalom is hangsúlyos szerepet kapott. A Pozsonyban élő Szalai Zoltán író-kritikus rendszeresen publikál a Jelenkor folyóiratban. Most a fesztivál egyik szervezője, a folyóirat főszerkesztője Ágoston Zoltán beszélgetett vele a Hildudvarban. Ottani irodalmi intézményekben, vagy egyáltalán a felén áramló üzenetekben, amik különböző csatornákon jöhetnek, ilyen fejtető kritikákban jelentkezik. Hogyan látják ezt a te tevékenységedet, kiverted-e már a biztosítékot? Hát, hogyha lennének még igazi irodalmi intézmények, akkor erre könnyebben tudnék válaszolni, de és nagyon szívesen mondanék sok pozitív dolgot arról, hogy milyen virágzó irodalmi és kulturális élet van szlovákiai magyar végeken, de hát sajnos nincs így, és főleg az utóbbi években egyre kevésbé van így. Ugye korábban, főleg amióta az olyan műhelyek, mint például a Kaligram megszűntek Szlovákiában, tehát hogy a Kaligram volt az utolsó ilyen nagyobb, komolyan vehető műhely, és hát végül is Pozsonyból tulajdonképpen kivonult. És hát az irodalmi lapok is, az irodalmi szerkesztőségek is, amik még megmaradtak, azok virtualizálódtak, tehát hogy egy ilyen nagyon erőteljes atomizálódás folyik, és inkább már csak tényleg egyéni és magán szinteken zajlanak ilyesmi beszélgetések. Szalai Zoltán korábban az Irodalmi Szemle, majd az Új Szó főszerkesztője volt. 2018-ban Móricz ösztöndíjat kapott, jelenleg a Gyeniken nevű szlovák napilap munkatársa. Az író, újságíró rezidensi ösztöndíjjal érkezett most Pécsre. A Senki háza című legújabb kötetét mutatja be a nemzetközi pódiumon a Hildudvarban. Pozsonyról szóló, Pozsonyhoz kapcsolódó novellákat tartalmaz, és hát erről fog szólni alapvetően ez a beszélgetés. Ez egy nagyon friss könyv, a nyomdából hoztam egyenesen a példányokat ide Pécsre, úgyhogy gyakorlatilag bár Pozsonyban volt már egy kisebb könyvbemutatónk, de ez az első ilyen igazi könyvbemutató, ahol a könyv is megvásárolható lesz. A magyar nyelvű irodalom szlovákiai népszerűsége az ott élő magyar közösségek méretétől és helyzetének alakulásától függ, mondja Szalai Zoltán. Az utóbbi években, évtizedekben a magyar közösség az fogyatkozóban van, és ezzel együtt tehát hogy ez meghatározza az irodalom helyzetét is alapvetően. Sajnos a könyvkiadás és a könyvterjesztés sincs a legjobb helyzetben, miközben van egy viszonylag jól működő kulturális támogatási rendszer, ami az utóbbi években alakult ki. Tehát, hogy elég színes a kép ilyen szempontból, de azt gondolom, hogy azért mindig van egy közönség, és még szerencsére mindig van egy olyan közönség, amelyik érdeklődik az irodalom iránt. Éppen egy friss példa ez a bizonyos pozsonyi könyvbemutató, ami most pár napja volt. Hát egy körülbelül 40 főt sikerült behoznunk rá Pozsony központjában egy magyar nyelvű rendezvényre, amivel én nagyon elégedett voltam. A Jelenkor irodalmi folyóirat évek óta komoly szakmai kapcsolatban áll a Csorba Győző könyvtárral az irodalmi rendezvények szervezése terén. A Pécslit is közösen jött létre. Tavaly szeptemberben például csináltunk a pécsi irodalmi napokat, az egy talán majdnem egy kis csírája annak lehet mondani, ugye a mostani irodalmi fesztiválnak, és az egy három napon keresztül zajlott, voltak pécsi, meg nem pécsi eseményei is, úgyhogy valójában így alakult. Ebben a dologban a Jelenkornak a Pécslittel kapcsolatban nagyon sok feladata volt az írók közvetlen megkeresése, tehát nekünk megvannak azok a személyes közvetlen kapcsolataink, amik jó, hogyha vannak, és akkor nem hosszas levelezésekben derül ki, hogy eljön-e valaki ide, hanem az ember fölhívja a telefonon, és akkor mondjuk elmondja, hogy ez van, és akkor rögtön igent mond, és onnantól kezdve mehet a szervezés a normál útján. És hát persze azért itt is a Művészetek és Irodalomházában ez volt, hogy ugye a mi terénunk, itt mindenféle teendőt elláttunk a szervezési, mindenféle tájékoztatási funkciókat, tehát amit kellett mindent, hogy egy ilyen beszélgetés az jól lebonyolódjék.
A Pécs Lit Irodalmi Fesztivál hiánypótló volt a pécsi fesztiválok palettáján. Az első nagy sikerrel zárult. A szervező partner a Csorba Győző Könyvtár volt. A város és a Zsök is támogatta a kezdeményezést. 13 millió forint az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a Nemzeti Művelődési Intézeten keresztül tudtuk ezt megvalósítani. Lényegében 5-6 féle színpadot, pódiumot alkottunk meg ebben a 6 napban, és 7 helyszínen több mint 60 programmal vártuk az érdeklődőket. Zenére, irodalomra, természetesen színházra is fordítottunk figyelmet, és számos gyerekprogram, illetve középiskolásoknak szóló program is szerepelt a sorozatban. Azt látjuk, hogy nagyon sok teltházas programunk volt, ami mindenképpen jó. Olyan írók érkeztek itt az elmúlt 5 napban, akik évek óta nem jártak a városban, tehát népszerű szerzők az olvasók között, úgyhogy én azt gondolom, hogy első értékelésként, a könyvtár munkatársaként, hogy mindenképpen azt mondom, hogy jól sikerült, és reméljük a mai nap is még így fog zárulni. A könyvtárbusz például a fesztivál ideje alatt Pécs főterén a Művészetek és Irodalomházával szemben adott lehetőséget az érdeklődőknek a könyvekben való búvárkodáshoz, illetve a kölcsönzéshez.